Én igazán nem vagyok frű, de udvarol. És a rosszul lét környékez. Megható. Hogy is hívják? Hát, csütörtökön. Megevett egy levesbe főtt egész kappant, utána másfél kiló rántott karajt, végre egy tepsi rétest. Még eszi az egyiket, már is hoznom kell a másikat, hogy lássa, mi vár rá. Mondd már a nevét, na! Nem mondtam? Nem, még nem. Mi emberek csak egyféleképpen tudunk szenvedni és örülni, akár az élet elején, akár a végén tartunk. Ezt a gondolatot írta Örkény a Macska játék című tragikomédiája elé. A mű először 1965-ben jelent meg, majd a szerző 1969-ben írta meg a levélregény színpadi változatát. Az ősbemutatót 1971-ben tartották a Szolnoki Színházban, azóta a világ számos országában bemutatták már. A két idős nővér története telefonbeszélgetésekből, levelekből és emlékekből bontakozik ki. Giza München mellett kerekesszékben ülve tölti napjait, testvére Erzsi pedig Pesten él. A rendező Verebes István szerint a darab nagyon emocionális, a szívhez szól. Ez lehet a több évtizedes sikerének a titka is. Ma nekem arról szól, hogyha van egy vonzalmam, van egy emlékem, egy illúzióm, egy kapaszkodásom valamibe vagy valakibe, és az megcsaladtatik, hogyha annak a bizalma megtörik, akkor a szívnek kell megszakadnia, akkor abba bele kell halni. És ezt Amerikától Fokföldig és Szibériától Budapestig, én azt gondolom, hogy mindenki átéli. Mindenkinek van egy ilyen időskori traumája, hogy valamit elveszít, ami nagyon fontos volt, amire azt hitte, hogy az az élete, és kiderül, hogy nem, de mégis azt mondja, hogy ez így volt szép, hinni abban az illúzióban, hinni abban a lehetetlenségben, ami az életünk. Az előadás díszletét a rendező fia Verebes Mihály tervezte, aki több díszletet tervezett már, és filmekben is dolgozik dizájngrafikusként. Megmondom őszintén, nem volt könnyű vele dolgozni. Tehát az ember vagy nagyon szigorú a gyerekéhez, vagy nagyon elfogult. És a gyerek is hozzám vagy tiszteletteljes, vagy pedig meg nem alkovó. Tehát voltak komoly vitáink, de azt hiszem, hogyha elindítottam egy úton, és valóban ebben ő sikeres tud lenni, akkor azért ennyit az ember megtehet a gyerekéért. A Macska játék nézői szembesülhetnek azzal, hogy a szerelem, vágy, féltékenység, az ebből fakadó játszmák, szorongások, a beteljesülésről szőtt álmok, vagy az érzéssel járó extázis nem csupán az ifjúság kiváltsága. Az előadás főbb szerepeit Pregice Fruzsina, Horváth Margit, Kuti Patrícia, Széles Zita és István István alakítják. Meddig akarja még fogni a kezemet? Addig, amíg egy kicsikét csöndben lesz.